Sziasztok, kellemes szép napot mindenkinek, kisütött a nap, és van egy nagyon jó gépünk, ezt kéne megnézni veletek közösen, tartsatok önök egy jó pár percig, eltart biztosan ez a bemutató, úgyhogy nézzétek meg, érdemes lesz, talán tudnunk kell az biztosan, hogy igazolt garantált kilométerfutású autó, amit megnézzünk, végig vezetett márka szervizes szervizkönyv van hozzá, nagyon jó állapotú, egy éves, 23-as DOT számú gumik vannak az autó, nyári gumik, szép alufelniken, az autó sötét szürke metál, és jól felszerelt. Van hozzá ajándék is, amit nem sokára meg fogtok látni, de először is nézzük meg az autót. Maga az autó egy ajándék. Projektoros szép tiszta lámpái vannak, elől-hátul tolatószenzorok, kötfényszóró, és fényszenzor van a szélvédőben. Kavicsmentes teljesen az eleje, és ha belenézzünk, akkor itt egy Ecotec turbo benzin motor van benne, ami 120 lovas, tehát nagyon szépen megy, és kellemes, jó dinamikájú autó, jól lehet vele autózni, és van benne bőségesen erő. Találtam benne, ezt megmentettem, itt a motortérben egy olajcsere címkét, 23.6. hóból 139.521 kilométernél. Az autóm startstopos, és az akkumulátora is ugye startstopos aksi, úgyhogy spórol nekünk a gép, piros lámpánál megállunk, sebesség, ha nincsen, akkor szépen ő leáll, ha nyomjuk a féket, és azonnal el is indul, hogyha elengedjük ezt a féket. A lényeg az benne, hogy jól felszerelt, ugye menjünk tovább inkább ezzel, azt mondja, hogy turbo hátulján, amit előbb ugye mondottam, ez egy Euro 5-ös benzinmotor különben. Kezdjük az ajándéka, mert hogy ilyen is van hozzá, 4 darab szép kék zacskókban vannak betéve, lemez felnire szerelt téli gumi, de úgy látom, hogy ez is szintén egy nagyon jó állapotú, nem elhasznált gumi, és ezt ide be fogjuk tenni a hátuljába nektek, és be tudjátok tárolni majd otthon. Vannak ilyen rekeszkék, ahova lehet ugye pakolnotok, így, most nincs benne semmi, de rakhattok bele, van egy kis szatyortartó, ha ide benéztek, akkor gondos gazdája volt, van itt izzókészlet, meg van itt csomagtérháló, ide alá néztek, van itt egy táló rész, és ha alá nézünk még egyszer, akkor pedig a pótkerék. Na, itt pedig az a elakadás jelző, fel van szerelve minden jóval, amúgy ez lejjebb lehet így rakni, és akkor nagyobb helyet lehet csinálni, ahogy nektek tetszik, ezt így lehet használni. Aztán ugye ez kivehető belőle, kalaptartó. A Merivának így nyílik a B-Merivának ugye az ajtaja, nekem tetszetős, praktikus és számomra izgalmas, hiszen így a hátsó utast tudjuk segíteni, vezetőnk kiszáll, vagy a jobb oldalról, a papa, mama, gyerekek nem repülnek itt azonnal ki itt az úttestre, hanem figyelemmel tudjuk kísérni, hogy szállnak ki meg be. Az ülések egyesével kezelhetőek, az annyit jelent, hogy ugye ez három részletből áll, külön-külön le lehet őket csukni, és csúsztatni is lehet, mint látjátok, az előrébb van, mint ez, van egy ilyen kis kar, és ezzel lehet ugye tiritolizni az ülést, össze lehet csukni, mondjuk ez két kéz kell nekem, de mutatom, tehát ez így lecsukódik, de egész vízszintesig lehet csukni, mert ha a középsőt lehajtjuk, csak itt tudom nektek mutatni, akkor innentől kezdve becsukódik ez ide mellé, tehát nagyon-nagyon nagy helyet lehet ide kialakítani, és sok mindent el lehet vinni. Az utasok, ha beszállnak, vagy kiszállnak, akkor ezt a kis elemet meg tudják fogni, és így könnyedén tudnak kibeszállni. Hátul is elektromos ablakok, minden működik benne különben, kipróbáltam az összes gombot rajta. Így, szálljunk be, nézzük meg, hogy néz ki. Ugye félbőr kárpitos, közép részen van benne ilyen nagyon szép nyomott mintás szövet. Állítható magasságú ülés és kormány. A kormányunkban van tempomat, zenevezérlő, telefonvezérlő és 144.270-et futott és tankolnunk kellene. Egyébként pedig szépen veszi a lapot, ha oda lépünk neki. Vannak ilyen kis kromdíszítéseink, középpen is, váltónál is, és itt a középső könyök támasznál.
ahova be tudunk oda mászni egészen lentre, itt van 12 volt, nem tudom, nem látjátok biztosan, mert én sem láttam, és ott pedig AUX USB csatlakozó lent. Amúgy ez egy csúsztatható rész, méghozzá megfogjuk, és ezt így el tudjuk tolni, és hátsúlytas fér hozzá, ezt meg föl lehet nyitni, és ide is lehet pakolni. Nagyon praktikusan ki van találva. Na, mellettem a Strive, szevasztok! Peti, Feri és Concerto is itt van velem. Mit tudunk mutatni? Először is azt mondja, hogy 26-5. Hóhétig műszaki vizsgával rendelkezik a gépkocsink. Megvan a gyári kódja, ugye kulcs, rádió, egyebe, leírásai, és Concertonál a szervizkönyv, úgyhogy ezt is megnézzük. Pontos forgalmehelyezés 13, július 23, és akkor itt az elejétől látszik, hogy foglalkoztak ugye vele, szépen hordták szervizbe, egészen 22.6-ig, és aztán láttunk egy 139.000-es volt azt hiszem a motortérbe, és azt pedig oda tette be a szaki, ezt odaadjuk a kollégánknak, ide meg benézzünk, itt is egy jó nagy tárló rekesz. Megvan a két gyári kulcsa, nyomógombos távirányítós kulcs, és nézzük még az extrait, ugye elektromos a kézifék, 6-os a kéziváltó, van kormányfűtés, két oldalra lehet fűteni a fenekünket 3 fokozatban, és a szomszédunkét is. És akkor itt a telefon, CD, menestabilizátor, start-stop és a tolatóradar kikapcsolóját látjátok. Bordkomputer és egy szép kis bőrkormány. Nézzük meg, hogy hogy indul elsősorban. Nézzük meg a zárat. Egy bezár, egy kinyit. Kulcs bedug, gyújtás. Hát itt rengeteg minden van, tulajdonképpen egynek örüljünk mindig minden esetben, hogyha ez a rengeteg lámpa indítás után kialszik, akkor minden rendben van. Ez meg is történt, és akár ugye mehetünk is a géppel. Automata digitális, különben a klíma, nézzétek meg, ott fönn tudom szabályozni, és külön szabályozható, két oldalra ugye klíma, és hogy hova fújjon, azt is szintén ott mutatja meg a ventilátor intenzitását is. Azt mondja, a rádiót is bekapcsoljuk. Sötétedik a tükör. Azt mondja, hogy valami csatornát keresünk addig gyorsan. Talán ezzel. Bázis, klasszikus, dik, ki mit szeret. Jó, a Best FM-et is megtaláltuk, úgyhogy mehetünk is vele. Nagyon harapos, ugye ez a turbós benzinmotor, ez nagyon jól megy. Világításunk, ugye, átkapcsoljuk autó feliratúra, és akkor onnantól kezdve, ha sötétedik, bekapcsol automatikusan a világításunk, hogy bemegyünk egy híd alá, vagy alagútba, ilyenek, akkor azonnal felgyullad a világításunk. Tökéletes, stabil, ugye, futóműve, koppanásmentes, és nagyon fontos, most néztem, ugye azt nem is mutattam nektek, új fékek vannak rajta, ugye hátul, láttam új tárcsa és új betét, vizsgára felkészítés során kapott ugye új fékeket hátra, ugye azt sem kell cserélnetek, új a gumi rajta, és egy nagyon jó felszerelt darab, és egy nagyon jó kis mérges 1.4-es turbó benzinmotor van benne, rengeteg extra van. Én mindenféleképpen köszönöm, ha megnyomjátok ezt a jelet, és azt is megköszönöm, hogyha eljöttek ezért az autóért, de az M3 autóparkba. Budapesten vagyunk a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban. Ez mind a tiétek lesz, és az is. A viszontlátásra.